első fejezet ifjú kalandorok RT. Tomi, véncsont. Kiáltott a lány. Öreg tupansz. Barátságosan üdvözölték egymást, egy pillanatra elzárták a Dover utcai föld alatti megálló kiáratát. A vén és öreg jelzőt csak a közönség megtévesztésére használhatták, mert kettőjük életkora együtt se lett volna 45 év. Ősidők óta nem láttam magát folytatta a fiatal ember, hová készül jöjjön, menjünk együnk valamit. Itt nem nagyon örülnek nekünk, ha így elálljuk az utat. Gyerünk tovább. A lány helyeselt és együtt indultak a Dover utcám végig, a Piködili felé. Na, most merre menjünk? Kérdezte Tomi. Miss Prudence Collie éles füleit nem került el az a kis agodalmaskodás, ami kicsendült a fiú hangjából Miss Collie, akit jó barátai valami rejtélyes okból, Tupans, nek neveztek, rögtön ráhibázott. Tomi, magának egy huncut vasa sincs. sértés. Tiltakozott Tomi minden meggyőződés nélkül. Majd felvet a pénz. Hogy maga milyen szemérmetlenül hazudik. Szólt rá tupan szigorúan. Igaz, emlékszem, hogy egyszer elhitette Greenbank nénivel, hogy a doktor sört rendelt magának szíverősítőül, csak elfelejtette felírni a lapra. Emlékszik még. Az is épp ilyen lódítás volt. Tomi nevetett hát hogy ne emlékeznék. Júj, de dühös volt mikor rájött a turpisságra. Különben elég jóféle volt az öreg Greenbank mama. A jó öreg kórház, az is leszerelt már ugye, mint minden egyéb. Upi sóhajtott. Igen, maga is, Tomi bólintott. Két hónappal ezelőtt. Végkielégítés, kérdezte Tupansz. Elment. Ó, oh, Tomi, nem, öreg, ne higgye, hogy elmulattam, nem volt ilyen szerencsém. Annyiba kerül manapság az élet, éppen csak a puszta megélhetésre jutotta. Drága gyermek vágott a szavába tupansz, nem mondhat nekem a világon semmi újat arról, hogy mibe kerül az élet. Itt vagyunk a Lyons előtt, és kiki -ki a saját zsebére táplálkozzék. Ez el van intézve, és tupansz már indult is fel a lépcsőn. A helyiség zsúfolva volt és ők asztalt keresve járkáltak körbe, hallgatva útközben a beszédfoszlányokat innen is, onnan is. És képzelje, leült és sírt, mikor megmondtam neki, hogy mégse kaphatja meg a lakást. Potom pénz, édesem. Épp olyan, mint az, amit Mabel Louis Párizsból hozott. Furcsákat hall ez ember csóválta a fejét Tomi. Ma az utcán hallottam beszélgetni két alakot valami Jane Finnről. Kihallott már ilyen furcsa nevet. Éppen ebben a pillanatban állt föl két idősebb hölgy, és kezdte összeszedni szétszór csomagjait. Pansz megragadta az alkalmat, és gyorsan beleült az egyik üres székbe. Tomi teát rendelt és kalácsot. Upszansz pedig teát és vajaspiritóst. És kérem hozzá a teát külön kannákban tette hozzá szigorúan. Tomi leült vele szemben. Ahogy levette a kalapját, látható lett gyönyörűen hátra simított vörös haja. Az arca kellemesen csúnya volt, semmi különös nem volt rajta, de kétségtelenül meglátszott, hogy úr és sportférfiú. Jól szabott barna ruhája ellenben már a végét járta. Pansz se nevezhetett volna be a szépségversenyre, de kis arcának finom vonásaiban sok báj és eredetiség volt távol fekvő szürke szemei egyenes, fekete szemöldökök alól bámultak a világba, és áll a körvonalain meglátszott a határozottság rövid fekete haján élénk zöld színű kalapült, és rövid, meglehetősen kopott szoknyája alul ritka szép, karcsú bokák kandikáltak ki. Egész megjelenésén látszott, hogy szeretne elegáns lenni. Végre megjelent a tea és tupansz, abba hagyva merengését, kitöltötte és most szólalt meg Tomi, közben jónav darabot törve a kalácsból halljuk, mi történt magával, amióta utoljára láttam. Történt pedig utolsó találkozásunk 1916-ban a kórházban. Jó bólintott és közben hozzálátott a vajaspirítóshoz. Következik tehát a nagy tisztelető Koli úr ötödik lányának, Miss Prudence Kolinek rövid életrajza. A gyermek Suffolkban, Little Miss Sandelben született. A háború legelején megunva az otthoni ház örömeit és fáradalmait Londonba jött és beállt az egyik tiszti kórházba. Munkaköre az első hónapban, napi 648 tányér elmosogatása. A második hónapban előléptetés a nevezeti tányérok törülgetésére. A harmadik hónapban újabb előléptetés burgonyahámozásra. A negyedik hónapban további előléptetés vajas kenyér felvágására és megkenésére. 5. hónapban, megint előléptetés, kórtermek tisztítására, vedrekkel és törlőrongyokkal. 6. hónapban, előléptetés fölszolgálásra. 2. hónapban, kellemes megjelenése és jó modora révén kitüntető előléptetés, most már a nénikéknek szabad fölszolgálnom. A 8. hónapban a karrierem megakad. Bondnéni megette Veszthaven néni tojását. Nagy kavarodás. Nyilván a felszolgáló a hibás, nem lehet elég szigorúan elítélni a figyelmetlenséget az így fontos ügyekben. Vissza a vödörhöz és a törlőrongyhoz. Így múlik el a világ dicsősége. 9. hónapban előléptetés, kórtermek kiseprésére ózs ekkor ráakadok gyermekkori barátomra, Tomás Beresford hadnagy úr személyében köszönje szépen, Tomi, akit öt év óta nem láttam. A találkozás igen megható volt tizedik hónapban a kórház főnöknője kifogásolja, hogy az egyik beteggel, tudni illik a föntnevezett Tomás Beresford hadnagyúrral, moziba járok. 11. és 12. hónapban teljes sikerrel újra folytatom a szobalányi kötelességeket. Az év végén dicsőségesen eltávozom a kórházból. A tehetséges Miss Koli sikeresen vezette ezután egy áruház teherkocsiát, majd egy teherautót és végre egy generális személyautóját utóbbi volt a legkellemesebb. Egészen fiatal generális volt. Hát az ugyanmiféle ember volt. Kérdezte Tomi. Undorító volt, ahogyan azok a pléggallérosok idoda jártak a hadügyminisztériumból a savolyba és vissza. A nevét bizony elfelejtettem, már vallotta Betupansz. Tehát, hogy visszatérjek, ez volt tulajdonképpen karrierem fénypontja. Ezután állami hivatalba léptem. Volt egy pár nagyon kellemes te a délutánunk. Akartam postás kisasszony lenni, no meg villamos is, hogy szépen folytassam a pályafutásomat, de közbe beütött a fegyverszünet. Hosszú hónapokon át úgy az állásomon, mint a pióca, de végül mégiscsak kisepertek. Azóta állást keresek. Na, most magán a sor. Én nem léptem elő annyiszor, mint maga mondta Tomi szomorúan, és kevesebb változatosság volt az életemben is. Mint tudja, megint kimentem Franciaországba. Onnan kiküldtek Mezopotániába, ott sebesültem meg másodszor, és ismét kórházba kerültem. Aztán megrekedtem Egyiptomban, és ott maradtam, míg megkötötték a fegyverszünetet. Még egy ideig összevágtam a bokámat, és végül, ahogy már mondtam, leszereltem. És most tíz hosszú hónap óta állást keresek. Állások pedig nincsenek, és ha lennének is, akkor se nekem adnák őket. Mit tudok én, mit értek én az üzlethez? Semmit! Upánz kedvetlenül bólintott. Na, és a gyarmatok? kérdezte. Tomi a fejét rázta. Nem szerelném a gyarmatokat, és egészen bizonyos, hogy ők se szeretnének engem. Gazdag rokonok! Tomi megint csak a fejét rázta. Ó, Tomi, még valami nagynéni sincs. Van egy öreg nagybátyám, aki többé-kevésbé fölvet a pénz, de ő nem jöhet számításba. Miért nem? Egyszer örökbe akart fogadni, és én nem akartam. Mintha csak ugyan emlékeznék, erre mondta Tupansz lassan, maga nem fogadta el, mert az édesanyja. Tomi elpirult. Igen csúnya dolog lett volna az anyámmal szemben. Hiszen tudja, rajtam kívül nem volt a világon senkie. Az öreg úr pedig utálta az anyámat, csak engem akart elidegeníteni tőle. Csak azért, hogy neki kellemetlenséget okozhasson. Az édesanyja meghalt, ugye? kérdezte Tupanc gyöngéden. Tomi bólintott és szürke szemei fátyolosak lettek. Jó fiú maga, Tomi. Tudtam én ezt mindig. Jó, jó ismételte Tomi gyorsan. Szóval ez az én helyzetem. El is vagyok keseredve. Ugyanaz történt velem is, vonogatta a vállát a lány. Húztam a dolgot, ameddig csak lehetett. Feleltem hirdetésekre, mindent megpróbáltam a világon, takarékoskodtam, nem ettem, de minden hiába volt. Nem marad más hátra, haza kell mennem. És nincs kedve hazamenni? Persze, hogy nincs. Ugyan mi haszna van az embernek abból, ha szentimentális. Apa nagyon kedves, borzasztóan szeretem is, de arról aztán fogalma sincs magának, hogy micsoda aggodalmakat okozok neki. Ő tudni élik most is úgy gondolkodik, ahogy 1860 körül gondolkoztak, és szerinte a rövid szoknya, meg a cigaretta roppant erkölcstelen dolog. Gondolhatja, hogy mekkora szálka vagyok a szemében. Amikor a háború elején elmentem hazúról, megkönnyebbültem felsóhajtott. Tudja, mi heten vagyunk testvérek otthon. Borzasztó. Tupa házi munka, no meg az anyák összejövetelei. Mindig én voltam a cseregyerek. Nem akarok hazamenni, de... Ó, Tomi, mit lehetne csinálni? Tomi szomorúan rázta a fejét. Egy pillanatra csend volt, aztán Tupansz elkiáltotta magát. Pénz, pénz, pénz. Pénzre gondolok én. Reggel, délben és este. Ez bizonyára nagyon csúnya a dolog, de így van. Ugyanazt mondhatom én is helyeselt Tomi megértően. Én már végig gondoltam minden elképzelhető pénzszerzési módot folytatta Tupanc. Pénzhez csak háromféleképpen lehet jutni, vagy örökölni, vagy nőül menni hozzá, vagy megszerezni az elsőt már is kihúzhatom, mert nincsenek gazdag idős rokonaim. Ahány öreg rokonom van, az mind az elszegényedett úrinők melházaiban van mindig átsegítem az idősebb hölgyeket az útkereszteződéseknél és mindig fölszedem az öreg urak elejtett csomagjait, abban a reményben, hogy hát ha valamelyikben különc milliómosra akadok, de még eddig soha egy sem kérdezte meg a nevemet. Sőt, mi több, nagyon sokan voltak, akik még azt sem mondták, hogy köszönöm. Tönd lett egy pillanatra. Persze folytatta Tupansz legjobb volna, ha férhez mehetnék. Pár csitri kislány koromban elhatároztam, hogy hozzámegyek az első gazdag emberhez, aki utamba akad. Minden értelmes lány így gondolkozik. Nem vagyok én szentimentális, tudja? Egy pillanatra elhallgatott. Na, azt igazán nem mondhatja, hogy szentimentális vagyok, tette hozzá aztán erélyesen. Persze, hogy nem bólintottam így gyorsan senkinek sem támadnának szentimentális érzései magával kapcsolatban. Ez nem nagy bók felelte Te talán nem úgy értette. Szóval így állunk. Bennem megvan minden hajlandóság, de soha se találkozom gazdag férfiakkal. Azok a fiúk pedig, akiket ismerek, pont úgy állnak pénz dolgában, mint én. Mi van a generálissal? Érdeklődött Tomi. A háború óta, azt hiszem, bicikli üzlete van magyarázta tupansz. Ennyi az egész. Viszont, maga elvehetne valami gazdag lányt. Én is úgy vagyok velük, mint maga a gazdag férfiakkal. Nem ismerek egyet sem. Az sem baj, megismerkedhet egyel. Ha például én a ritkapujában meglátok egy prémgalléros urat, nem rohanhatok oda hozzá, és nem mondhatom neki, hogy nézze, magának sok a pénze, szeretnék megismerkedni magával. Azt akarja ezzel mondani, hogy én megtehetem ezt hasonló esetben, egy nővel. De legyen olyan csacsi. Maga ráléphet a lábára vagy felszedheti a zsebkendőjét, szóval csinálhat valamit. Ha ő észreveszi, hogy maga meg akar vele ismerkedni, ez hízelegni fog neki és még ő segít majd magának, hogy könnyebben menjen a dolog. Katározottan túlbecsüli férfias megjelenésemet dörmögte Tomi. Másrészt folytatta Tupansz az én milliomosom valószínűleg futásnak eredne. Nem, a házasságnak borzasztó nehézségei vannak rázta a fejét. Maradt tehát a harmadik lehetőség, a megszerzés. Ezt már megpróbáltuk, de sikertelenül emlékeztette Tomi a lányt. Igen, megpróbáltuk, de csak a rendes, megengedett úton. Te tegyük fel, hogy megpróbáljuk a nem megengedett utakat is. Tomi, csapjunk föl kalandoroknak. Kitűnő. Felelte Tomi jókedvűen. Mit ajánl kezdetnek? Ez éppen a nehézség. Ha már ismertek lennénk, akkor felbérelhetnének bennünket az emberek, hogy elvégezzük helyettük a gonosz tetteiket. Nagyszerű. Jegyezte meg Tomi. És különösen nagyszerű, hogy a tiszteletes úrlánya mond ilyeneket. Erkölcsileg magyarázta tupan lennének a bűnösök, nem én. Azt csak belátja, hogy nagy különbség, ha valaki saját magának lop gyémánt nyakéket, vagy pedig megfizetik azért, hogy ellopja. Nem lenne semmi különbség, ha rajta kapnák. Az lehet, csak hogy nem kapnának ám rajta. Pertügyes vagyok. Mindig a szerénység volt a legnagyobb hibája, jegyezte meg Tomi. De bosszantson. Nézze, Tomi, komolyan, ne csináljunk részvénytársaságot, mi ketten. Kímánt nyakékek ellopására alakult részvénytársaságot. Azt csak magyarázatképpen mondtam, csináljunk egyet, na, hogy is hívják? A kettős könyvitelben. Nem tudom, soha se értettem hozzá. Én igen, de mindig belezavarodtam, és mindig a követel-rovadba írtam a tartozik tételeket, vagy megfordítva, így aztán kitették a szőrömet. Ó, tudom már, közkereseti társaság. Annik idején szörnyen tetszett nekem ez a név. Ifjú kalandorok RT. Kacagott Tomi, ez lehetne a cégünk címe. Jó lesz, tupansz. Jó, jó, maga csak tréfál, de én mégis úgy érzem, hogy lehetne valamit csinálni ebből. És hogy gondolja, hogy érintkezésbe léphet leendő munkaadóival. Kirdetések útján felelt tupansz gondolkodás nélkül. Van ceruzája és papírja. Érdekes, a férfiaknál mindig van. Éppen úgy, mint ahogy nálunk mindig van púdör és fésű. Tomi meglehetősen kopott, zöld zsebkönyvet adott át és tupanc gyorsan írni kezdett. Fiatal tiszt, háborúban kétszer megsebesült, jó lesz ez kezdetnek. Nem, sőt rossz lesz. Na jó, nem bánom. Te higgy el, édes fiam, hogy az ilyesmi esetleg meghathatná egy vinkis asszony szívét, aki örökbe fogadná magát, s akkor teljesen fölösleges lenne, hogy maga beálljon ifjú kalandornak. Nem akarom, hogy örökbe fogadjanak. Elfelejtettem, hogy Elvi kifogásai vannak ez ellen. Csak bosszantani akartam magát, a lapokban egyebet sem lehet látni, mint ilyenféle hirdetést. De most figyeljen ide, mit szól ehhez? Bérelhető két ifjú kalandor, bárhová elmennének, mindenre kaphatók, megfelelő fizetés mellett. Legjobb ezt mindjárt az elején leszögezni. Aztán még hozzá tehetnénk, minden észszerű ajánlatot elfogadnak. Például lakásokat és bútort. Azt hiszem, aki erre válaszol, annak már úgy is elment az esze. Domi, maga lángész, hallgassa, ez sokkal jobb minden észszerűtlen ajánlatot elfogadnak, ha jó a fizetés. Mit szól ehhez? Nem említeném meg még egyszer a fizetést. Valahogy nagyon kabzsinak látszik. Még mindig nem látszik annyira kabzsinak, mint amennyire én kabzsi vagyok. De azért talán igaza van. Na, most elolvasom az egészet, bérelhető két ifjú kalandor. Bárhova elmennének, mindenre kaphatók, megfelelő fizetés mellett minden észszerűtlen ajánlatot elfogadnak. Mit gondolna például maga, ha ezt olvasná? Azt gondolnám, hogy valami tréfa, vagy egy félbolond írta. Látta menni. Sokkal bolondabbat ma reggel, Petúnia, jelige alatt. Kitépte a lapot és odanyújtotta Tominak. Na megvan. Azt hiszem, legjobb lesz a Times. Válasz az x fiókba. Azt hiszem, körülbelül 5 shilling lesz az ára. Itt van kettő siling hat penny, ennyi az én részem. Tomi elgondolkozva tartotta kezében a papírlapot. Kicsit elpirult. Igazán megpróbáljuk. Szólalt meg végre. Mondja, tupansz, igazán. Csak a hetsz kedvéért. Tomi, magában van vállalkozó szellem, tudtam, hogy kapható lesz. Erre iszunk egyet. Kitöltötte a hideg témarádékot a társcsészékbe. A tá, közkereseti társaságunk egészségére. Éljen az ifjú kalandorok részvénytársasága. Felelte Tomi. Letették a társcsészéket és kissé bizonytalanul csengett a nevetésük. Pansz felállott. Most vissza kell térnem a fogadóba, királyi lakosztályomba. Talán ideje, hogy én is a ric felé induljak nevetett Tomi. Hol találkozunk? És mikor? Holnap 12 órakor, a Piködili föld alatti megállónál. Jó. Az időmmel szabadon rendelkezem felelt Mr. Beresford roppant előkelően. Á viszontlátásra tehát. Isten vele, öreg Tupansz. Ellenkező irányban indultak el. Tupans fogadója a városnak abban a részében volt, melyet kellő jó akarattal Southern Belgraviának szoktak nevezni. Takarékossági szempontból a lány jobbnak látta gyalog menni, mint autóbusszal. Esté, James Kert útján haladt, amikor közvetlenül a háta mögött megszólalt egy férfi hang. A lány összerezzent. Bocsánat mondta a férfi beszélhetnék önnel egy pillanatra.